Létezik egy betegség, mely féloldali hirtelen zsibbadással, beszéd és mozgászavarral, szédüléssel kezdődik. Ez pedig a stroke. Az agyvérzés népbetegség. Magyarországon évente 200 ezer embert érint. A stroke a harmadik legnagyobb halálok. Évente közel 15 ezer fő veszíti el életét az agyérrendszer elváltozásának következtében. A betegek egyik negyede meghal, a másik 25%-uk tünetmentesen él tovább. Az agyvérzésen átesettek fele maradvány tünetekkel gyógyul, mert a stroke legtöbbször tartós funkcióvesztéssel, különböző korlátozásokkal jár. 20%-uknál visszamarad még beszédhiba, másik 20%-uknál járás probléma, vagy nem is tudnak igazából járni, 45-50%-uknál pedig mondjuk egy féloldali bénulás is visszamaradhat. Farkas Eszter és cerebrovaszkuláris kutatócsoportja azért dolgozik, hogy ezeket a visszamaradó funkcióhiányokat és a halálozási arány csökkentse. Az STE Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézetének 6 tagja az agyi vérkeringés szabályozás törvényszerűségeit kutatja. Arra kíváncsiak, hogy a stroke után milyen folyamatok játszódnak le az agyban, mely szövet rontja a felépülés esélyeit. Munkájuk során sok kérdésre választ kaptak már, de ezek újabbakat és újabbakat vetnek fel. Hogyha az idegsejtek működnek, akkor ők több vért kívánnak, és az idegsejtek működése egy olyan kommunikációt indít el a keringés felé, hogy táguljanak az erek, és több vér kerüljön a szövetbe. Hogyha ez a kommunikáció sérül, például a stroke esetén, akkor az erek akkor sem tudnak tágulni, hogyha az idegsejtek azt kívánják. És hát arra vagyunk kíváncsiak, hogy mik azok a molekulák, amik az erek felé esetleg nem tudják közvetíteni ezt az információt, vagy pedig hol sérül ez a folyamat. Az idegsejtek és erek kommunikációját farmakológiai vizsgálatokkal végzik. Varga Dániel a sztrókos szövetek véráramlását figyeli. Arra szeretne választ kapni, hogy az idő előre haladtával hogyan változik meg a keringés. Ehhez előbb egy jól működő szövetet vizsgált, most például a mutató ujjának áramlását nézte meg. Gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy egy kicsit fázik a kezem meg. Valószínűleg a stressz miatt egy kevesebb a keringés benne, úgyhogy ezért az ilyen hűvösebbnek tűnő foltok az azt jelzi, hogy a keringés az egy kicsit alacsonyabb. Most megpróbálom elszorítani az eret, és akkor azt kéne látnunk, hogy így lecsökkent. Tehát, hogy sokkal kékebb lesz, mint például előtte volt, és hogyha felengedem, akkor hirtelen pedig egy ilyen vörös tónus megy, tehát újra vérrel teli lesz az ujjam, és akkor ezt a változást láthatjuk itt. A sokrétű kutatócsoport másik tagja Mennyhárt Ákos, aki az agyi képalkotás kutató laboratóriumában dolgozik, és a stroke után fellépő másodlagos folyamatokat vizsgálja. Munkája során az elektrofiziológia módszerével dolgozik, amely az agyi elektromos aktivitást jeleníti meg. Ákos egy képalkotó rendszer segítségével gyűjt információkat arról, mi történik a sejtekkel a stroke után. Ez egy felvevő rendszer, képeket alkot az agyról. A másodlagos sérülés így is meg lehet jeleníteni, illetve az elektrofiziológiai rendszerekkel validálni. A kamerák arra szolgálnak, hogy viszonylag nagy mintavételezési frekvenciával képeket készítsünk az objektumról, amit éppen vizsgálni akarunk. Míg az elektrofiziológiai mérésekkel, azaz a szövet elektródával történő mérésekor egydimenziós adatsorok készülnek, addig létezik más formája is az agyi képalkotásnak. Puskás Tamás a kutatócsoport számítógépes információ feldolgozását végzi. Ha kétdimenziós képalkotással mérünk, azt valahogy összehasonlíthatóvá kell tenni, így a legelső videón látott mozgás követést követően az adott pontokat lekövetve a fényintenzitásból én is idősorokat állítok elő, amik valahogy így néznek ki, és így lesznek a fotókból ugyanolyan görbék idősorok. Ahhoz, hogy az agyi képalkotások jól működjenek, megfelelő számítógépes rendszerre van szükség. A kutatócsoport informatikusa egy olyan optikai elven működő saját képalkotó rendszert fejlesztett ki, amellyel nagy felbontásban tudják vizsgálni a különböző agyi folyamatokat. A szoftvernek van egy vezérlő panelje, ahol be lehet állítani, hogy milyen típusú mérgéseket szeretne az ember készíteni. Különböző üzemmódokban lehet elindítani magát a mérgést.
akkor van egy panel, ami kifejezetten azt mutatja, amit a kamerák mutatnak, illetve a különböző mérések eredményeit mutatja meg a kutatók számára. Ez nagyon fontos, mert nem csak úgy felveszik a képeket, mint ahogy régen csinálták, és aztán utána megnézik, hogy egyáltalán jó lett-e a mérés, hanem rögtön menet közben kiderül, hogyha baj van, és tudnak állítani a mérés különböző paraméterein. A kutatás eredményességéhez a technikai feltételek elengedhetetlenek. Éppen ezért fordítja erre a célra a L'Oréal UNESCO a Nőkért és a Tudományért programon megkapott 15 ezer eurós díját Farkas Eszter. A csapat ezzel tovább folytatja a megkezdett munkát, hiszen tapasztalataikkal olyan terápiákat lehetne kidolgozni, melyek megállíthatják az agyvérzés utáni állapotromlást és segíthetnek a rehabilitáció lerövidítésében.